Dr. Kovács Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati kommunikációért felelős államtitkára kormányzati országjárás keretében látogatott Paksra. A vezető az érdeklődőknek a Városi Művelődési Központ nagyklubjában elmondta, rendkívüli körülmény van mind a hitelezés, mind a pénzügyi piacok tekintetében. Ezért 300 milliárd forintos biztosítékot, tartalékot képeznének a jövőben azért, hogy kezelni tudják azokat a helyzeteket, melyekkel az elmúlt napokban is találkozhattunk. Emellett cél továbbra is az államadósság hiányának csökkentése. Folyik a parlamentben a jövő évi költségvetés vitája, ezen belül is ugye az adótörvények megvitatása van éppen napirenden. Én azt gondolom, hogy mind struktúrájában, mind célkitűzéseiben egy olyan védelmi jellegű költségvetéssel állunk szemben, amelynek az a célja, hogy az idei rendrakás után a jövő évben el tudja indítani az országot a növekedés útján. Értelemszerűen fel kell készülni azokra a hatásokra, amelyek gyakorlatilag naponta, sőt napon belül is változnak európai és világviszonylatban is. Az államtitkár hozzátette, az IMF-fel történő kapcsolatfelvételre azért van szükség, hogy segítse a 2012-re kitűzött gazdasági terveket, egyfajta védőernyőt mindenképp ki kell építeni. A megállapodás azonban semmiképp sem lesz olyan típusú, melyet 2008-ban a szocialisták örökítettek az államra. A tényekről, a költségvetés irányelveiről, számairól a továbbiakban is a legőszintébben kell beszélni, hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán. Az összejövetelen Tóth Ferenc országgyűlési képviselő a megye és a kettes számú választókörzet távolabbi kilátásaira is kitért. A megyének a működését nem befolyásolják azok az események, amelyekről napokban beszélünk, hiszen a megye idáig is stabilan tudott gazdálkodni, és reményeink szerint a jövőben is stabilan. Erre törekszünk egyébként, és azok az átalakítások, amit most a megyei közigazgatásban, államigazgatásban végzünk, azok mind célirányosan, majd valahol ez úgy kell jelentkezni, hogy valamilyen költségcsökkentéssel is, nem csak és kizárólag ezért vannak az átszervezések, félreértés ne essék, hanem azért, mert részszeresíteni kell az állam és közigazgatást. Mire a két blokkra szükség lesz, elkészül, mondta el Tóth Ferenc a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatban. A megyei vezető elismerte, a témáról manapság kevesebb szó esik, de megnyugtatott mindenkit, az építkezés továbbra is napirenden van.